Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig ismételten egy spongyabobos horrorjátékot fogunk játszani. Hogyha örültök ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, akkor mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt, a most következő játékunktól pedig szerintem ne várjatok sokat, ugyanis megnyitottam már a menüjét, és eléggé amatőrnek néz ki. Mi ez a grafika? Meg mik ezek a szövegek? Az a játékunknak a neve, hogy Plankton nem halt meg. De mégis miért halt volna meg? Meg mikor? De ezeket kajakra valaki paintbe rajzolgatta. Tartsuk tényleg az elvárásainkat alacsonyan, és akkor nem fogunk csalódni. Ebben a játékban rámegyek a controls-ra, és akkor megnyílik nekünk ez, hogy az L-vel ki tudjuk nyitni az ajtót, a VASD-vel megyünk, az Escape-vel pedig vissza tudunk menni a menübe. Vagy lehet, hogy meg tudjuk állítani a játékot, szóval még ez is van benne, na! Milyen profi, és micsoda epic zenénk van itt, szelemüljünk át! Jól van, inkább hoppá, hoppá, be is fejezem, és kezdjünk is bele. Még tudunk választani nehézségi szintet, most nem arcoskodok, tökéletes lesz számunkra szerintem a legkönnyebb. Az a sztorink, hogy Plankton ellopott 5 darab herkentyű burgert tőlünk, nekünk pedig vissza kell ezt szereznünk, és vissza kell vinnünk a rozsdás rákollóba. Hát bízzátok csak az elekre, Robin Hood vagyok én szinte. Aha, és akkor most Planktonnak a főhadiszállásán vagyunk. Nyilván full sötét van, és van egy kis elemlámpánk, de mi ez a hangeffekt? Miközben megyünk? Kiéget engem? És ez horror játék? De most akkor mi vajon Rák úrra lehetünk, és azért ilyen hangeffekttel sétálunk? Vagy egyáltalán nincsen köze hozzá. Aha, ott is van az egyik herkentyű burger, itt pedig van Karen, ugyanis ha jól emlékszem, azt írtátok, hogy őt bizony úgy hívják, ugyanis nekem már nem volt meg. A játékunknak az elején, amikor megnyitottam, egyébként volt egy figyelmeztető szöveg, hogy ebben a játékban jumpscare-ek vannak, illetve különböző sikolyok. Szóval készüljünk azért fel itt a legeslegrosszabbakra. Meg is van a második herkentyű burger. Aha, ott pedig már vér van. Az ilyen nagyon durván össze-vissza menős. Mi ez a hang? Gyűjtögetős játékokat. Ja, hogy jön Plankton? De hogy nézett már ki? Hát szevasz Plankton! Én inkább menekülök, sohasem bírtam annyira, ugyanis mindig felidegesítenek, mert el tudok simán bennük tévedni. És valljuk be, tudnak rettentő nehezek lenni ott. Nagyon is Sandinak a holteste volt, szóval Plankton totálisan bekattant. Aha, itt van egy hamburger. És mindenkivel végezni akar? Sőt, már mindenkivel végzett is, nem tetszik. És Plankton miért akkora, mint én? Már rendes. Patrikot is megölte. Tudja, hogy itt lesz akkor Spongyabob is. Most azon filózok amúgy, hogy már konkrétan... Aha, itt van még egy hambi. Jó, meg is van a negyedik. És már csak egy kéne. Ne kapj el, hagyj békén! Itt van az utolsó! Meg ott van Spongyabobnak! Ne csináljátok! Mi volt ez a jumpscare? Szóval ott volt Spongyabobnak a holtteste is, és miután megvan az 5 hamburger, már csak meg kellett volna keresnünk a kiáratot, és minél hamarabb elhúznunk innen. Szóval most azt a gondolatomat kezdtem el, hogy konkrétan már az összes Spongyabob főszereplőről van horrorjáték. Talán még Sandiról nem volt, na de
próbálkozzunk meg ezzel az egésszel ismételten, hát ha most sikeresen úgy össze fogom tudni gyűjteni mind az 5 herkentyű burgert, hogy közben meg is tudok innen szökni. De nem hinném, hogy itt ilyen brutálisan nagy sztori van. Szerintem amiután összegyűjtöttem és megszöktem, mert vége is lehet a játéknak. Aha, hogy elkezdtem visszafele menni. Mr. Robert a tájékozódásnak a bajnokat, bízzátok csak ide. Onnan jön már Plankton, szóval most nyerjünk időt. És minél messzebb legyünk tőle, hogy nehogy úgy járjunk, mint az előbb. Csóri Patrik, hát mit műveltek veled? Na de meg is van akkor a harmadik hamburgerünk. Akkor már csak kettő kéne. De mégis merre fel lehet a kiárat? Itt van Sandy, de Sandinál nincsen hamburger! Aha! Azt hittem, hogy full a másik irányban van, és onnan fog jönni, de hát ezek szerint nem. Most sikeresen leráztuk vajon? Aha! Hogy Tunyacsáp is itt van már! Aha! Hagyj békén! Nem garantálom nektek, hogy sikeresen ki fogjuk vinni ezt a játékot, ugyanis ismertek, hogy nem vagyok egy türelmes ember. És hamar elszokott fogyni a türelmem, de elkap! A szemét mindenedet! Pedig már megvolt a negyedik hamburger. De hát olyan szélsebesen közeledik felénk Plankton, aki kajakra akkora, mint mi. Amit én egyáltalán nem értek, ugyanis kb. Plankton ekkorka szokott lenni. Most pedig, hát ember méretűre megnőtt itt. Na de az a lényeg, hogy összpontosítanunk kell, és a hamburgereket, vagyis pontosabban a herkentyű burgereket nagyon is fókuszba kell helyeznünk. Tudjuk nagyon is, hogy ő már mögöttünk van. De mi ezzel nem foglalkozunk, csak megyünk, és keresgéljük a jobbnál jobb burgereket. Aha, itt van a második. Ja, hogy az visszafele megy ez a számláló. Akkor lehetséges, hogy miközben mondtam a számokat, így belekeveredtem, és rosszul mondtam. Aha, hogy sokkal gyorsabb vagyok nála. Csak olyat nem szabad sohasem csinálni, hogy telibe szembe megyek vele, és megpróbálom kikerülni. Azt hittem, hogy most el fog minket kapni, de hát nem kapott el, ugyanis nagyon is menekülünk. Kezd egyébként idegörlő lenni. Ez a menekülő hang. Léci, ne darálj be! És bedarál! De ott volt egyébként a másik, Spongyabobnál. Szóval ezen kívül már csak egyet kellett volna összegyűjtenünk. De ez tipikusan az a játék, hogy folyamatosan szívhatunk vele egy fél órát, és lehetséges, hogy utána sem fog összejönni. Na de adjunk neki egy utolsó próbálkozást, és hogyha most sem sikerül megtalálni az összes hamburgert és kijutnunk, akkor szerintem engedjük el ezt az egészet. Én hiszek magamban, és ez a lényeg. Ki kell vinnünk. Nincsen egyszerűen más opció. Tudjátok, mondom ezt most. 3 perc múlva pedig totálisan kirédzselek. És azt mondom, hogy hagyjuk inkább a fenébe. De nem, most a számláló nem visszafele van. És most 2 mutat nekem, sőt már 3, hogy 3 hamburgert gyűjtöttem össze sikeresen. Már rendes éreztem, hogy ott lesz. Úgy ismerem már ezt a pályát, mint a tenyeremet. De az a probléma... Aha, hogy most rossz fel jöttem el, vagy nem? Aha, hogy rossz fel jöttem el. Szóval az a probléma, hogy a kiáratot még egyszer sem láttuk.
és ötletem sincsen, hogy az mégis merre lehet, de jöjjünk el most errefele. Aha, itt van Tunyacsápnak a holtteste. Van egy ilyen hosszabb folyosó, amelynek a végén volt egy hamburger. Szerintem itt van a kijárat. Ja! Hogy ez nem a kijárat, hanem innen indultunk el! És jön is már Plankton! És közeledik felénk! Van itt másik ajtó? Ja, hogy lehet, hogy ez a kijárat, aha! Hogy ide kéne visszajönnünk! Most nagyon, de nagyon elkalandoztam a gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogyha telibe szembe mennék vele és meghalnánk, és elengednénk ezt az egészet, de nem! Kitartunk még, és próbálkozunk, ugyanis szerintem itt van az a nagyobb folyosó, aha, amelynek a végén van a hamburger. Na és most kéne nem meghalnunk. Ott van Spongya Bob, itt pedig egy zsákutca. Pedig nem sokon múlt, ott volt Spongya Bob, meg a hamburger mellette, és ha azt is összegyűjtöttem volna, majd visszamentem volna, és kimentem volna az ajtón, akkor simán meg lett volna az egész. De hát sajnálatos módon nem lett meg, szerintem ennyi most, bőven elég volt ebből a játékból, ugyanis tényleg ez csupán egy ilyen kis egyszerű game, és hogyha összegyűjtöttük volna az összeset, akkor sem történt volna nagy eséllyel semmi, csak kiírja, hogy ügyes vagy, megmentetted egész bikini feneket, gratulálunk, majd vége a game-nek. Kíváncsi lennék, hogy mennyi ideig tartott ennek az egésznek az elkészítése, de szerintem nem sokáig, de ettől függetlenül én éltem, meg azért a szívbajt is hozta rám, és rendes feszültségben voltam, hogy nehogy Planktonám elkapjon itt minket. Hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, hogyha pedig esetleg nem nyomtátok volna be még a csengőt, mindenféleképpen tegyétek meg. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!